A Hargita megyei csendőrök nyerték a belügyminisztérium olynalabda bajnokságát, amelynek a mérkőzéseit Gyergyószent Miklóson a labdarúgópályán szervezték. Az olynalabda a román nemzeti sportágnak számít, Románián kívül csak a moldvai köztársaságban ismerik. Már második alkalommal adott otthon Gyergyószent Miklós a belügyminisztérium olynalabda bajnokságának. A kevésbé ismert sportágat, amely a magyar nyelvterületen már a feledésbe merült métával mutat közeli rokonságot, ütőkkel és egy teniszlabda nagyságú bőrbe vonatú labdával játsszák 11 fős csapatokkal. A brit érdekszférában népszerű kriket és az amerikai baseball ugyanakkor a középkori játékból fejlődött ki. A Gyergyószent Miklósi tornán 7 csapat mérkőzött egymással, a Hargita megyei csendőrök megvédték a tavaly is elhódított címüket. Az idei bajnokságra az ország több pontjáról érkeztek csapatok a belügyminisztérium berkeiből. 4 csapat van a határőrség részéről, egy Vaszlujról, egy Galacról, egy Tulcsáról és egy Postancáról. A házigazdák mellett van egy csendőrcsapat Brailáról és egy rendőrcsapat Hargita megyéből. Tehát országos részvételről beszélhetünk, amely a sporták fejlődését is jelzi, hiszen alakulóba vannak még csapatok. Fogadni merek, hogy jövőre már 10-12 csapat lesz a versenyen. Hargita megyét 2 csapat is képviselte, a csendőrség mellett a rendőrök is indultak, és első részvételük során csapatának jelenléte több szempontból is premiernek számított, hiszen amellett, hogy számukra ez volt az első megmérettetés, mérkőzést is sikerült nyerniük. A döntőben a Hargita megyei csendőrök a galaci határőrök csapatát múlták felül.